Hello, hello, sziasztok! Üdvözöllek újra! Hogy mi a teendő, hogyha elfelejtettük az iPhone-unk jelkódját? Nézd végig a videót! Mindenképpen ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a kijelzővédő jelkódot távolítja el, és nem az iCloud jelszavat. Végül is annyi a teendő, hogy gyári visszaállításra állítjuk a telefont, amit mivel hogy nem tudunk a menüjébe belépni, ezért az iTunes segítségével és egy számítógép segítségével fogjuk megoldani. Hogyha elfelejtettük a jelkódot és többször beütünk hibás jelkódot, akkor a telefonunk leblokkálja magát és kizár a rendszerből. Először csak egy percre, aztán 5 percre, és további sikertelen próbálkozás után pedig akár évekre is letiltja magát. De szerencsére van rá egyszerű megoldás. Csak egy számítógépre van szükségünk, amin iTunes található. Az iTunes-t egyébként ingyenesen letölthetjük az Apple oldaláról. Csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez, az iTunes legyen elindítva, természetesen nem ismeri fel a telefont, mivel hogy jelkód van rajta, ezért vagy azt fogja kiírni, hogy jelkód miatt nem, vagy egy ilyen hiba üzenetet fog megjeleníteni. Ezt nyugodtan kikapcsolhatjuk, és most a telefont DFU módba kell helyezni. Nyomjuk be és tartsuk benyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. Ezután, anélkül, hogy elengednénk a bekapcsoló gombot, nyomjuk a fő gombot is. Miután halljuk a számítógépen ezt a hangot, akkor elengedjük a bekapcsoló gombot és a fő gombot továbbra is nyomva tartjuk eddig a hangig. A telefon kijelzője teljesen sötét marad és semmilyen gombra nem fog reagálni, viszont az iTunes felismeri, de egy újra szoftolható telefont. Okay-t nyomunk, Restore iPhone, Restore and Update, Next, Agree, ekkor elkezdi letölteni az új szoftot a telefonunkhoz. Ezt a felső sarokba láthatjuk. Nyilvánvalóan internet sebességtől és számítógéptől is függően 10-15-20 perc alatt letölti. Ezután elkezdi kicsomagolni a szoftvert, amire szintén elég sokat kell várni. Ezt nem is hagytam végig a videón. És újra fogjuk hallani azokat a hangokat, hogy felismeri a telefont, és ezután kezdődik igazából az újraszoftolás. Nincs is más teendőnk, mint kivárni, hogy befejezze a dolgát. Ezután bekapcsolódik a telefon, és látni fog a folyamat, ahogy újra szoftolja magát. Dőljünk nyugodtan hátra, és várjuk, hogy tegye a dolgát. Én ezt most teljesen végighagyom, nem gyorsítom, nem vágok bele, hogy lássátok pontosan, hogy minek kell történni. Thank you.
Amikor ezt az üzenetet látjuk, az azt jelenti, hogy a telefon szoftolása sikeres volt, le is csatlakoztathatjuk a számítógépről. A többit már a készüléken végezzük el.
gyári állapotban van a telefonunk, teljesen üres, kiválasztjuk a nyelvet, az országot, viszont amit a videó elején is mondtam, hogyha az iCloud jelszavat nem tudjuk, akkor elég nagy bajban vagyunk, mert akkor körülbelül eddig fogunk eljutni a telefonnal, és nem fogunk tudni belépni. De mivel ez a saját telefonom, ezért tudom a jelszavát, csatlakozunk a Wi-Fi-re, megadom a hozzáféréseket, és teljesen visszaállítja az utolsó mentésből az összes képeket, telefonszámokat, üzeneteket, mindent. Hogyha eladni szeretnénk a telefont, vagy valamilyen okból kifolyólag nem szeretnénk a régi adatainkat visszatelepíteni rá, visszamásolni rá, akkor itt azt az opciót választjuk, hogy beállítás új iPhone-ként. Mindenképp kérni fogja az iCloud jelszavunkat, hogyha nem voltunk kijelentkezve az iCloud-ból, viszont hogyha ki voltunk jelentkezve, vagy abszolút be se voltunk lépve, akkor egyszerűen beállítás új iPhone-ként, és indul a telefon. Új lenyomat beállítás és új jelkód megadása. Itt választhatunk akár 4 számból álló jelkódot is. Én ezt szoktam használni, mert sokkal könnyebb megjegyezni. És ugye itt volt az opció, hogy új iPhone-ként indítsuk el, vagy a régi iCloud-ból. Én az iCloud-os változatot választottam. És mivel a nagy kamerámnak betelt a memóriakártyája, ezért most átállok a GoPro-ra, hogy végig tudjam mutatni a folyamatot. Megvárjuk, ameddig a háttérbe betölti az információkat, újra tölti a képeinket,
a telefonszámokat, az üzeneteket, a programokat, és kész van. Hogyha rajtad is segített ez a videó, ne felejtsd el lájkolni, ne felejts el feliratkozni, ne felejts el utalni egy dollárt a PayPalunkra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!